Normális. Így van. Oké, van. Na. Hát akkor sziasztok, mondtam, hogy egy kis élő videót csinálok. Ugye ez semmi különös, tehát ma nem akciózni jöttünk össze, hanem minden hónap harmadik szombatján egy ilyen laza összejövetel tartanak a Kossuth tériek. Filozofálunk, megvitatjuk a dolgokat, eddig ez történt, úgyhogy hát büszke vagyok arra, hogy csak egy, tehát semmi akció, semmi tüntetés, csak a közösségünknek a megbeszélős összejövetele, hát ennyien itt vagyunk. Na, a következő a történet. Május 11-ről már tudjátok, hogy a Kossuth tériek akkor sátrat bontanak újra egy hétre a Kossuth téren. Ez majd egy szombati nap lesz. Addig két dologban veszünk részt. A 25-i devizás tüntetésre. Balog Pista, Jogállamért Egyesület, tudjátok, hogy ők régi szövetségeseink. A múltkori tüntetésünkön is voltak tőlünk, én magam nem tudtam személyesen ott lenni, mert másnap volt a szabad sajtó útján a tüntetésünk, ahol hát ugye én mindenféle szervező, meg egyéb voltam, és pihenten kellett oda mennem. De most pótolni fogom, tehát magam is ott leszek a 25-i devizás tüntetésen. És 26-án pedig a diák tüntetést támogatjuk. Én a magam részéről ezt elmondtam itt, látjátok itt az Olivért, elvitatkoztunk a 27-én, én a 27-i rendezvényt nem támogatom, azért mert nagyon, nagyon távol van az a cél a közhangulathoz képest az elérhetőtől, és nem szeretném, hogyha ebből egy csúnya égés lenne, úgyhogy ilyen, ebben most én a magam részéről nem veszek részt. Hát természetesen, aki úgy gondolja, hogy tüntetés hiánya van, az miért is ne. De szervezetten az biztos, hogy a Kossuth tériek ezt most kihagyják. Május 1-én viszont délelőtt 10-kor, május 1-én találkozunk ott, ahol a Hősök terei tüntetéseknél szoktunk. Tehát május 1-én délelőtt 10-kor találka a Kisföld alatti Hősök tere megállójánál a kifelé menő út irányban, de hát tudjátok, onnan szoktunk bejelentkezni, ezek mostanra már ismert helyszínek. És mint Kossuth tériek, végigmegyünk a Majálison, és szórólapokat fogunk osztogatni pártoknak, szakszervezeteknek, mindenkinek, hogy jöjjenek ki május 11-én a sátorbontásunkra, amikor az egységes ellenzékért levő kampányunkat elindítjuk. Na most, hogy néz ki ez az egész az egységes ellenzékér kampány? Ugye most az EP választásnál volt egy hónapunk, és viszonylag szűkebb kapacitásaink. Most lesz bőven időnk, és hát a tét óriási, ugyanis hogyha nem sikerül az egységes ellenzéket összehozni az önkormányzati választásra, akkor vereséget fogunk szenvedni, és az utolsót. Ugyanis Orbán megindult kifelé az Európai Unióból, ezt nagyon könnyű átlátni, és ahova elindul, oda meg is érkezik, ha csak meg nem gátoljuk benne. Onnantól lehet venni orosz tankönyveket, és akkor ez volt az utolsó választás Magyarországon az önkormányzati. Tehát mindenképpen egységes ellenzéknek kell lennie. Látja mindenki, hogy a nép hogy marad otthon, ahogy az egység eltűnik. Tehát azok a nagy tízezres tömegek sehol sincsenek, megvárják, amíg újra a pártok átlátják, hogy csak az egység az, ami a rezsim bukásához vezet. Egy hétre tehát kijövünk ezzel a céllal, május 11-től 18-áig. Ott sok mindent fogunk csinálni, majd erről még fogok részletesebben is beszélni, tettem is már. És utána 26-áig várunk. 26-án ugyanis eljön az igazság pillanata, és az EP választásnak az eredménye az ugyan borítékolható, de hát sokan akkor fognak rájönni, hogy egy olyan választást sikerült elbukni a pártok különcködése miatt, ami már nyerhető lett volna, és megrendíthette volna a rezsimet.
Ez itt ki fog derülni, és mi akkor, akik folyamatosan teljesen egységes ellenzéket képviseljük, azt hiszem, hogy joggal fogjuk mondani, hogy mi megmondtuk, és gyertek velünk, mert ezt még egyszer most már nem lehet megengedni, túl nagy a tét. Ezért aztán június második hetében újra egy hétre sátort verünk a Kossuth téren, és az aláírásgyűjtést, amit már az első héten is májusban elkezdünk, folytatni fogjuk, onnantól kezdve folyamatosan. 100 000 aláírást fogunk összegyűjteni nagyjából szeptember elejéig, folyamatos kampánnyal, és ha addig ezt a nyomásgyakorlást megveszett tüntetéseket is fogunk tartani aktivista módszerekkel. Hát ez most finoman elnagyolva mondom, hogy aktivista módszerekkel, ismeritek az aktivista módszereket. Szóval ameddig a pártok az egységes önkormányzati indulást meg nem csinálják, addig folytatjuk az aláírásgyűjtést, addig folytatjuk a civil akciókat. És azt gondolom, hogy május 26-a után rengeteg ember fog felébredni, akik most még alszanak. No, egy pillanat, megnézem, hogy ugyanis semmit nem látok a napsütés miatt a képernyőmön. Ide jövök a hölgyek lábához, mert itt látom, hogy vagyok-e még élő videóban. Vagyok. Jól van, vagyok élő videóban. Tudjátok, ilyenkor téren nem látom, olyan erős a háttérfény, hogy nem látom, hogy egyáltalán vagyok-e, vagy nem. Na, úgyhogy, ifjú harcostárs. Most végigmegyek a Kossuth térieken, hogy ha valakiről még nem lenne a Tech-nek dossziéja, bár ahogy elnézem, erről a csapatról már a Tech-nél van kellő dosszié, hogy legyen mindenkinek, mindenki ezért szerintem jó. Tehát üdvözöljük a tekeseket, szokás szerint csupa ismerős arc, nagyon jó, remélem mindenkit láttatok, jól van. Meg azoknak is szól, oké. Azoknak is szól ez, akik szeretik megszámolni, hogy éppen hányan vagyunk, lehet számolgatni, konkrétan, mint látjátok, itt akár darabra megszámolhatjátok, hogy egy ilyen laza, harmadik szombatos megbeszélős összejövetelen a Kossuth térjek mennyien vannak. Na, és akkor még egy csoportkép, de a lényeget azt elmondtam, hadd kérjem azt, hogy akkor ezt a kis élő videót, mert ebbe fontos érdemi információk is vannak a következő hetek, hónapok szükséges tetteiről. Ezt osszátok meg minél több helyre. Köszönöm szépen! Tudjátok, ésszel harcolunk, és ha jól tesszük, akkor győzni is fogunk ehhez. Összefogás kell, egységbe a köztársaságért. Na, megint visszajövök ide, mert nem tudom, hogy ki tudta megkapcsolni.